Köszöntöm a Kanizsa TV nézőit, kulturális magazinunkat, a Karcot látják. Tartsanak velünk a következő fél órában. A határon átnyúló magyar irodalom, a népköltészet és az egyetemes magyar irodalom népszerűsítése a célja a 21. alkalommal megrendezett Gellért Sándor vers és prózamondó verseinek. A megmérettetésen a korábbi évekhez hasonlóan a HSMK-ban működő versmondó kör is képviseltette magát. A résztvevők Szatmár Németiből kiváló eredményekkel tértek haza. Itt a másik aranyos kislány, itt is. A versenyen készült fotókat nézegetik, emlékeiket szedik csokorba a versmondók, mindannyian nagy élményekkel tértek haza. Sokadik alkalommal vettünk részt ezen, tulajdonképpen 94-től folyamatosan járunk ki. Egy olyan esztendő volt, amikor nem mentünk el, mert úgy le volt fagyva az ország, hogy nem tudtunk elmenni autóval, tehát nem kockáztattuk meg. Mert mindig nagy élményt jelent. Négy versenyzőt vittem, és mind a négyen nagyszerűen szerepeltek. És többször elmondtam már, amikor valaki interjút készít velem, hogy a Szatmár Németi szervezők mindig azt mondják, hogy nagykanizsaiak nélkül nincsen verseny náluk. Tehát Gellértet nem rendeznek csak nagykanizsai versmondókkal, mert akkor van igazán színvonal. Ezt bizonyítják az elért eredmények is. A Batthyány is Baj Bianca második helyezett lett, a Bója is Micsinai Dominik harmadik, a Túr is Rodek Vivien pedig negyedik. Kány Antalné az országos sikerek után Szatmár Németiben is számos elismeréssel gazdagodott. A közönségdíj mellett megkapta az Erdélyi Magyar Néppárt külön díját, a Szent Györgyi Albert díjat és a Gellért Sándor díjat is. A versenyre Várnai Zseni Szolgálj Szívem című költeményét vitte magával. Nagyon meglepődtem, a külön díjon is meglepődtem, meg a Gellért Sándor díjon lepődtem, meg talán legjobban, mert hát mégis Gellért Sándor nevének a fényjele volt ugye ez a versmondás, amit 21 évet csinálnak az ő tiszteletére és emlékére, és ami nagyon meglepő és nagyon nagy tiszteletet éreztem, és olyan felsőfokba érdem mai napig is, hogy a lányától kaptuk meg, akik a Gellért Sándor díjat kaptunk, mert többet kaptunk. A lánya adta át azt a kis könyvecskét, amiben Gellért Sándor versei vannak, meg egy kis életrajzi szemelvény, hogy mégis tudjuk, hogy ki volt ő, és mennyi minden nehézségen ment át. Különben minden költő a szerelmes verset nem tudja megírni, ha nem szerelmes, a nehézséget nem tudja megírni, ha nincs bent. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez eddig nekem nem sikerült, hogy ide eljussak, de hogy többet soha nem hagyom ki, amíg létezek, és amíg mozogni tudok, és amíg meg tudom jegyezni, és meg tudom normálisan érthetően tanulni a verseket, mert annyi gyönyörű vers van, és olyan csodálatos szépek. Jó, hát a Várnai az olyan, hogy azt nem akarták sokan. Én ezt úgy csináltam, a szívbetegeknek köszönhetem. Itt, amikor volt a szívbetegeknek egy kiállításom, akkor mondtam, akkor még csak mappából, mert ott kaptam meg a szívbetegektől, hogy ezt nézzem meg, és akkor megfogadtam, én ezt elviszem versenyre. Annyi emberséget, szeretetet, megbecsülést és mindenféle szépet is kaptunk ott a fogadóktól is, akik fogadtak bennünket, a szervezők, a műsorvezetők és mindenki csodálatos. Én búcsúzóul mondtam is egy kis beszédet, amire nem számított senki. Meg kellett, hogy köszönjem az ottani fogadást, a külön díjakat, külön köszönet és tisztelet az a Horváth Istvánt érinti. Mindent megérdemel, mert olyan türelmes minden egyes tanítványával, még az ilyen öreg asszonnyal is, mint én vagyok. A lényegre törekszik, és kihozza mindenkiből a maximumot.
fiatalokról, meg annyit, hogy csodálatosak, le a kalappal előttük. Nem az a rossz fiatal, aki mosolyog. Én beálltam közéjük bohóckodni, küldték haza az interneten, hogy a Teri néni miket művel. Még boszorkány is voltam többek között a szobában. Valahol a feszültséget oldani kell. De amikor a komoly dolgokra kerül sor, akkor igenis ott van a helyzet magas után, minden egy le a kalappal előttük. Hát így az előbb említetted, hogy neked ez volt Szatmár Németiben az első alkalom. Milyen elvárásokkal, reményekkel indultál ennek a hosszú útnak? Hát bíztam benne, hogy azért a teljesítmény az ott lesz, ahol kell, de örülök is neki, hogy a negyedik lettem. Én nem bánom, hogy most nem kerültem be az első háromba elsőre, majd jövőre. Szerintem jövőre sikerülni fog. Szerepelni nagyon jó volt, nem izgultam, hála Isten. Barátokat gyűjtöttünk, is meg nem is. A versenyzők, hát ők elég ellenségesek voltak velünk, de hát ez minden versenyen így van általában. A szervezők, ők nagyon szerettek minket, ők nagyon, nagyon barátságosak voltak, meg úgy a romániaiak olyan nagyon vendégszeretőek, olyan nagyon, nagyon barátságosak tényleg. A versenyen két művel szerepeltek a résztvevők, egy határon túli szerző alkotásával és egy szabadon választott verssel vagy prózával. A kötelező az Gál Sándortól a Könyörgés volt, a szabadon választott Kányádi Sándortól a Pantomim. Miért ezekre esett a választásod? Ez a két vers az, ami úgy érzek, hogy az enyém, és nagyon szeretem is őket. A Kányádi az egy úgymond új vers, mert ezt a verseny előtt két héttel kezdtem el, de sikerült a magamévá tenni két hét alatt. A Gál Sándor, az meg egy nagyon régi vers, az meg már teljesen az enyém. Hogyan kerültél kapcsolatba annak idején ezzel a Gál Sándor verssel? Hát ezt még egyszer az iskolában mondtuk, még nagyon-nagyon régen, és ott kezdtem el mondani, aztán mindent úgy a helyére tettünk, és így azóta az már saját. Horváth István Radnóti díjas versmondó nem csak kísérte növendékeit, de a zsűri elnök tisztségét is ő töltötte be. Az ön számára mi volt a legemlékezetesebb mozzanata az idei versenynek? Hát talán Baj Biankának a második verse. Zseniálisan csinálta a Karinthy Frigyes Babits Mihály a klasszikus című versét. Ez nekem is repertoáromban régóta csinálom, és hát gondolom, hogy az indítatást innen kapta, nagyon tetszett neki a dolog. És olyan zseniális képességekkel megáldott gyerekről van szó, hogy ezt a borzasztó, nyelvtörő, nehéz verset úgy csinálta, hogy a legnagyobb profik sem csinálnák különből. Magamat is beleértve természetesen. Bianca most nincs itt, nem tud nyilatkozni, de meglepetésként érte őt ez a remek helyezés, amit elért? Nem, hát Biancánál ez szinte természetes. Ő egy Isten áldotta tehetség. Tehát én nekem nagyon sok tehetséges versmondóm volt. Nagy Tíme, a Bajgár Ramona, Horváth Csenge, Zalán Barbara, és most a Baj Bianca az, aki 15 évesen képes bármikor, bármire, bármilyen eredményt elérni. Tehát olyan képességgel megáldott gyerek. Egyetlen bajom van vele, és el kell, hogy mondjam, hogy ha látja majd a tévében, meg hallja, hogy okuljon belőle, hogy hát elérte a kamaszkor, és most egy kicsit lustább a kelleténél, mert ha nem, akkor simán ő a győztes ezen a versenyen, ezt kimerem jelenteni, mert a másik verse, egy gyönyörű vers egyébként, Vas Albert karácsonyi versek, című versét mondta a versenyen, de nem elég ahhoz, hogy ilyen nagy versenyt megnyerjek. És hiába csinálta remekül, nagyon szépen, okosan, kedvesen, bájosan, ahhoz kevés volt, hogy ő nyerje a versenyt, így csak második lett. A
tanulság az, ezt el kell, hogy mondjam nekik, hogy munka, munka, munka. Tehát sokat dolgoztunk eddig is, ezentúl meg még többet kell dolgozni, mert a sikereket nem adják ingyen. Tehát, hogyha tartósan szeretnénk ott lenni a legjobbak között, ahhoz rengeteget kell dolgozni. Pénteken mutatta be az zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Moravesz Levente rendezésében a Muzsika hangja című musicalt. A darabban a Batthyány Lajos Gimnázium 11. évfolyamos diákja Németh Bálint is játszott. A tehetséges fiatallal a premier előtti napokban beszélgettünk. Egyáltalán nem szabad szemkontaktust tartani senkivel, mert ez kizökkenti az embert a szerepéből, és amikor én a színpadon állok, akkor nekem Friedrichet kell alakítanom, nem pedig Németh Bálintot, és mihelyest kilépek a díszletbe, jelmezbe, akkor nekem nem szabad Németh Bálintot mutatni, és ebből nem szabad, hogy engem kizökkentsenek. Bálint mondhatni egy véletlen folytán került a színpadra. A Hevesi Sándor Színház bérleteseként épp az új évad előadásait böngészte, amikor egy hirdetésre bukkant. Ebben az állt, hogy október 15-én lesz egy meghallgatás a Muzsika hangja című musicalre. És ez beindította a kis fejem, és úgy döntöttem, hogy elmegyek. És 2 meghallgatás volt, és így bekerültem a musicalbe. Volt esetlegesen valamilyen előképzettséged? Gondolok itt arra, hogy énekkaros vagy diákszínpados voltál esetlegesen. Igen, a Batthyány gimnáziumban énekkaros vagyok, a Virág Benedek ifjúsági vegyes karban. Ezen kívül gyerekkorom óta a zene körül forog az élet. Áruljuk el a nézőknek, ha esetleg nem tudják, hogy miért is. A Tüttő János Nóta Klubban dolgoznak a szüleim és az ismerőseim. Milyen az élet Zalaegerszegen a színházban? Mesélj nekünk, hogy telnek a napok? Hú, hát nehéz. Nehéz összehangolni ennyi mindent, nagyon sok munka van benne, és az, hogy reggeltől estig a színház, ez egy másik élet, ez egy élethivatás tulajdonképpen, az biztos. Az, hogy reggel 9 órától este 10 óráig megy, és megállás nélkül, az azért kemény. A Muzsika hangja című világhírű musical a II. Világháború idejére a szomszédos Ausztriába repíti a nézőket. Egy család története bontakozik ki a színpadon. George von Trapp, az első világháború legendás hajós kapitánya. Felesége halála után nevelőnőt keres 7 gyermeke mellé. Az egyik fiút, a 15 éves Friedrichet alakítja Bálint, akit darabbéli testvéreivel közel 100 gyerek közül választottak ki. Munkával teli heteket tudhat a háta mögött a kanizsai fiatal. A karakter megformálása mellett a színpadi jelenlétet és a jelenetek közötti gyors átöltözés technikáját is meg kellett tanulnia. Nagyon kevés időnk van átöltözni. Sokszor egy-egy percünk van arra, hogy egyik garnitúrából a másik garnitúrába átöltözünk, és amellett akkor már tudnunk kell, hogy most ezért megyek a színpadra, ez a szövegem, és így és így kell előadnom. A rendezői instrukciók betartása a legnehezebb. Igazából nem is a betartása, hanem a megvalósítása, mert emellett nagyon sok mindenre kell figyelni. Alattunk egy egész zenekar van, mellettünk nagyon sok ember áll a színpadon és a színfalak mögött, akiből ha csak egy is nem úgy dolgozik abban a pillanatban, akkor szinte borul az egész, tehát mindenkinek ott kell lenni maximálisan. A Bánfalvi Stúdió jóvoltából a napokban Szabó Magda Abigail című regényének színi adaptációját tekinthették meg a kanizsai színházbarátok. Az előadás előtt a stúdió vezetőjével, Bánfalvi Ágnessel és a Zsuzsannát alakító Gregor Bernadettel beszélgettünk a darabról. Kezi csokolom, Gyűri. Néma a lány távol. Hogy hívják? Gináma. Hogyan? Vitai Geó. Vitai Georgina és a Matulás lányok története 1970-ben jelent meg. A kamaszlányok bohókás életét és a II. Világháború gyászba borított atmoszféráját mesterien vegyítő történetet azonnal megszerette a közönség.
A regényt hamarosan követte a filmfeldolgozás, melynek forgatókönyvét szintén Szabó Magda írta. A 2012-es színpadi adaptációban a TV-filmből ismerős Bánfalvi Ágnes ismét visszatért a szigorú internátusba. Nem magad el arról, hogy mindkét dicső háború elvett a családoktól egy férfi. Horn Mici vagyok, és hát nagy örömmel adtam át Torma Piroska szerepét Kis Ramónának, aki fantasztikus Piroska, úgyhogy a stafétabotot jó helyekre tettem. Miért nem a Zsoltának a gyakorolját? Kalmár tanár úr kérte, hogy minél több hazafiasdal tanuljon van a szülőjét. Kalmár tanár! Értem. Új osztálytárs. Ismerkedjetek össze. Nagyon ügyesek és nagyon szépen játszanak a lányok, ezt mindig mondják, hogy nagyon fontos, mint ahogy nálunk is a filmben fontos volt, hogy a lányok együtt vannak, és hogy ismerik és szeretik egymást, és úgy érzem, hogy a darabban is ez sikerült, mert nagyon szépen együtt vannak. Bánfalvi stúdió növendékei közül bekerült-e valaki a darabba? Hát a főszereplőnk ugye Bugár Anna, aki több főszerepet is játszik nálunk, és ő játsz a Ginát, úgyhogy ő nagyon nagy büszkeségünk, és a többi lány is van a mi iskolánkból is. Amikor a darab bekerült a repertoárba, akkor azt jósolta neki, hogy vélhetően majd nagy népszerűségnek fog örvendeni, mert hogy mindenki szereti az Abigailt. Beváltotta a darab a hozzáfűzött reményeket? Hát én szerintem nagyon. 50. előadáson túl vagyunk, és hát elég rövid idő alatt. Csodálatos szereposztással, és hát megmondom őszintén, mindig nagyon, eddig még, nem kiabálom el, vastapsos volt mindig. Ti meg csak álmodozzatok, hogy majd valami béna szatócs, vagy ostoba pederős egyszer beköti a fejeteket. Az én udvarom egy igazi főhadnagy. Ez ugye egy klasszikus és örökérvényű történet, sikerült el korszerű köntöst keríteni köré? Hát úgy gondolom, hogy igen, megpróbáltuk, azt mondják a nézők, hogy azért tetszik nekik az előadás, mert mindent megkapnak, amit a regényben és a film sorozatban volt, tehát nincs hiányérzetük, viszont kapnak új elemeket, például Ginának az álma megjelenik, és van egy izgalmas rész a végén, amikor ugye az ajtó mögé bulik, és a színpadon ezt ugye nem lehet olyan egy ajtóval eljátszani, úgyhogy itt egy izgalmasabb, kicsit show elemes dolog, ahogy menekül. A szereplők közt találjuk Gregor Bernadettet is, aki az egyik diakonisszát alakítja. A filmre emlékszem, hogy szerencsével gyönyörű volt benne és fiatal, meg hát Ágit is ugye láttam benne, most ismételték nemrég különben, talán a Duna TV-n, úgyhogy újra megnéztem. Hát ez maradt meg bennem legélénk ebben a darabról. És hát aztán én csak belecsöppentem ebbe a dologba pont egy évvel ezelőtt, de szinte napra pontosan, mert december 8-án volt egy dupla előadás talán Miskolcon, és akkor ott beugrottam, és akkor azóta játszok Zsuzsanna testvér szerepét. Jelentette kihívást megformálni ezt a karaktert? Olyan érdekes, mert hogy nem nagyon játszottam apáca a szerepet, és hát ugye Piros Ildikó játszotta a filmben, tehát teljesen nyilván más karakterű színésznők vagyunk. Nem volt időm túl sokat gondolkodni rajta, mert életemben először ugrottam különben be darabba. Az is olyan furcsa volt, hogy hát 20 éve vagyok a pályán, és még nem ugrottam be. És hát elég nagy falat volt, mert tulajdonképpen nagy szerep, nagyon sok jelenetből áll, szinte ilyen filmszerűen vannak megírva a jelenetek, és volt azt hiszem talán egy próbám belőle, úgyhogy nem nagyon volt időm gondolkodni, meg elmélkedni a dolgom, úgyhogy csinálnom kellett, de én úgy érzem, hogy attól függetlenül, hogy szokták mondani, hogyha valaki egy szerepbe beugrik, az igazából soha nem lesz az övé. Én valahogy ezt mégis nagyon a magaménak érzem. Ez szomorkodj már! Beszélhettél, tudhatod, hogy jól van? Az nem volt igazi beszélgetés! Azt hittem, ezt már megbeszéltük. Nem maradhattál egyedül, mert akkor az igazgató nem tudta volna leellenőrizni, hogy mit mondasz.
szülők messze él. Ha a jelentéktelen bánatokat mit közölnénk velük, idegesek lennének. De ha jól viselkedtél a telefon, ezért nem mondta a igazgató édesapádnak, hogy már az első Hogyha egy szóval kéne jellemezni Zsuzsanna nővér és Gina kapcsolatát, akkor mi lenne az? Hát szeretetteljes, azt hiszem ez a legfontosabb. A darab mind a fiatalok, mind az idősek körében népszerű. A háborúktól súlyos légkör még sokak számára élénk emlék, könnyen tudnak azonosulni a szereplőkkel, akik a fenyegetettség ellenére is megmaradtak, a saját útjukat kereső, szerelmi bánattal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő kamaszoknak, mely a középiskolások elé állít tükröt. Ezt a háborút elvesztettük. Már akkor elvesztettük, amikor elkezdtük. Rossz eszközökkel, rossz szövetségesekkel, és csak az Isten megmondhatója, mikorra heveri ki a nemzet. Tennünk kell valamit, mielőtt megszállják a nácik az országot. Én vagyok a katonai ellenállás egyik előkészítő. Ha engem azzal zsarolnak, hogy téged kínoszom, talán nem lesz erőm hallgatni. Hónapokon át kerestem egy helyet, ami olyan zárt, mint egy börtön, mire rányáltam a matulára. Ez az egyetlen hely az országban, ahol biztonságban tudhatnak. 10. karácsonyi koncertjére várja az érdeklődőket december 21-én 19 órakor a HSMK-ba az Anima kórus és zenekar. Az énekesek a korábbi évekhez hasonló lelkesedéssel készülnek a jubileumi fellépésre. A napokban a kórus egyik próbájára a stábunk is ellátogatott. Kolonai Zoltán művészeti vezető ígéri, felemelő, szórakoztató, kirobbanó, spirituális, könnyű zenei élményben lesz része a december 21-i koncert közönségének. Lélektől lélekig szól majd a zene az esten, melyen fellép az Anima Gospel Singers and Band, valamint az Anima Kids is. A koncerten a korábbi évekhez hasonlóan vendégművészek is előadnak élményt és feltöltődést adó dalokat. A sztár vendégek itt élnek körülöttünk, illetve némelyik már nem, hiszen elment világgá. Ez azt jelenti, hogy a legújabb sztár vendégünk Misu, ő Zalaegerszegen színésznő és énekesnő egyben. A hangja már bejárta a világot, és most remélem Nagykanizsán is ezt fogják az ő hangjából kihalani, egy olyan őserő kiáramlásnak lehetünk majd tanulja, amit én elképzeltem, amiben ő érvényesülhet nem csak mint színész a színpadon, hanem most végre a énekesényét is kibonthatja. Hallottam őt énekelni, és nagyon nagy élmény volt. Egy ilyen millióben, ahol az ének, a szívből jövő szeretet, az áradás lesz a legfontosabb, itt egy olyan izgalmas új területre fog ő tévedni, amiben ez remélem, hogy őserő energiával fog kibontakozni. A másik sztár vendégünk Jota, Andalik Jonatán, aki Békés Csabáról jön. Ő már ismeri a nagykanizsai közönség, ő egy specialista, ő ebben nevelkedett gyerekkorában, ez folyik az erejbe, gospel, édesapja, lelkész, és ő prédikálva tud énekelni. A szavait nem is ő mondja, hanem Istentől kapja, én úgy érzem, nagy elhívás előtt áll, több híres, neves prédikátor és a egyházi magazin főszerkesztője mondta róla, és számtalan új dallal jelentkezik, mert egyben dalszerző is, zeneszerző is, és nagyon nagy siker és eredmények várnak rá. Harmadik sztárvendégünk Norbland, Boncok Norbert, akit sokan ismernek és szeretnek, itt Nagykanizsáról indult, és azért mondom, hogy indult, mert most már elment világgá. Azt jelenti, hogy épp tegnap kaptam tőle az értesítést, és ma már eljött ide, és itt van körünkben, és épp róla mesélek most. Eljött búcsúzni, mert egy világ körüli útra indul, és hát nem lehetett itt tartani, mert egy olyan csodálatos szerződése van, ami esetleg több éven keresztül is kínszólítja, és a legnagyobb színpadokra, legnagyobb énekesekkel a showbiznisz világ műfajába szólítja, hogy nem lehet őt itt tartani. Ezúton kívánok neki sok szerencsét és nagyon szép élményeket, koncerteket. Világgá ment a harmadik sztárvendégünk, úgyhogy nagyon gyorsan kellett egy másik sztárvendéget találnunk. Az új sztárvendégünk Janula, aki egy görög díva.
Sokan úgy ismerik, mint a pop műfajban, 80-as, 90-es években benne volt az Élvonalban, Neoton együttesnek egyik embere volt, tagja volt, a Charlie-tól kezdve a Bergendéig végigzenélte, végigturnézte egész Európát, CD-je jelent meg, Vukán György professzor tanította, jazz konziba végzett, kiváló énekhang, és a gospel volt az a műfaj, amit őt az éneklés birodalmába szólította, és az volt az első lökés, ahogy elindított a pályán. Aztán a pop műfajba jeleskedett, de nagyon a show annyira nem állt talán közel a szívéhez, mert családi okok miatt, szülés, gyerekvállalás miatt talán ettől a műfajtól később háttérbe vonult, és görög vonalon, hiszen ő egy görög születésű énekesnő, görög zenekarával, saját zenekarával janula és a zenekara koncertezik. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezt a tanult műfaját, amit ő elszólította erre a pályára, azt most újból előveszi és újból bemutatja nekünk. Egy igazi, nem nagyon fiatal, talán hogy is mondják ezt, hogy középkorú díva mindenféle szépségével és tudásával és tapasztalatával fog velünk együtt gospelt énekelni ezen a koncerten. Kumbaya, my Lord, kumbaya, oh Lord, kumbaya. Koncerten a zenei élményt látványelemekkel dúsítjátok fel. Nagyon fontos szerintem, hiszen már maga a tradicionális afroamerikai gospelhez hozzátartozik a jelmezbe, gospel jelmezbe, klepetusba, és különböző látványelemekkel színesítve adják elő a műfajt, hiszen az egy show manapság, és nagyon sok híres énekes ezen a műfajon nőtt és nevelkedett. És Whitney Houstontól kezdve sorolhatnám, kik azok a nagy énekesek, akik ebből a millióból indultak. Nagyon fontos a látvány, mert segíti mind-mind azt a kellemes környezetet, a zene befogadhatóságának a kellemes környezetét, azt az élményt, azt a felszabadultságot, azt az energiát, amit ez a műfaj közvetít, hiszen csak így tud teli találat lenni a szívekbe, a lelkekbe. Különösen most karácsonykor, amikor olyan fontos, hogy egymásra szeretettel nézzünk, kedvesen megbocsássuk egymásnak a problémákat, bűneinket, és mindenkinek nagyon kellemes és boldog ünnepeket kívánjunk! Kedves nézőink, mai magazinunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzenek minket legközelebb is a szokásos időben. Viszontlátásra!